Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Dombóváron is megünnepelték államalapításunkat, ünnepélyes kenyérszentelés a Szent István templomnál. Kertváros alapításának 60. évfordulóját ünnepelték Dombóváron, emléktáblát avattak államalapító Szent István király ünnepén. Attalán is megünnepelték az államalapítást, első alkalommal rendeztek ünnepséget Szent István király tiszteletére. Megtartották a nyári nagy koncertet, két sztár fellépő is érkezett. Ökumenikus szertartás keretében megtörtént az ünnepi kenyér megszegése Dombóváron hazánk születésnapján, augusztus 20-án. A kerek 2,5 kilós cipót a város polgármestere Pintér Szilárd szegte meg. Az ünnepi aktus a hagyományok szerint a Szent István katolikus templom előtt, a szentmisét követően történt. Hazánk legtöbb városához hasonlóan Dombováron is szentmisével és kenyérszenteléssel ünnepelték államalapító Szent István királyunkat. A misét követően a kertvárosi Szent István katolikus templomban Pintér Szilárd polgármester megszegte az ünnepi cipókat, majd a város lakóit és az ünnepségen résztvevőket meg is kínálták vele. Azt gondolom, hogy kellő bemelegítés után, hiszen tegnap 19-én Korda György és Balázs Klári volt a vendégünk, megtelt a Szent László part. Másnap 10 órakor Szent misébe folytatjuk, majd a Szent mise végén sor kerül a kenyér szentelésére, és egy szerintem nagyon kulturált, kicsit ugyan magyarkodó, de azt hiszem, hogy alkotmányunk ünnepén Szent Istvánt azt úgy kell ünnepelni, hogy Kaposáról érkező zenekar megteremtette a hangulatot. Nyilván egy ökonomikus istentisztelet keretei közt meg lett áldva az új kenyér, és ebben az évben is én voltam a szerencsés, aki megszekedte a Dombovár város kenyerét. Nagyon fontos, hogy ez az eseményhez kötjük azt a szavazást is, amelynek mentén a város kenyereje által bevőtt forgalom, illetve forrásból az Európa Pékség felajánl minden évben 20 forintot darabonként. Tavaly évben a bölcsödénkhoz kapcsolódó civil szervezet nyerte. Az idén nagyon nagy öröm számomra, hogy egy városi részünk működő szőlőegyek szőlőgyeért civil szervezet nyerte. Azt gondolom, hogy a civil szervezet nem is olyan régi, de küldetését már nagyon hamar betöltötte, hiszen közel 600-an szavaztak rájuk, és azt gondolom, hogy ez az összefogásnak a biztos jele, hiszen ők ugyan először indultak, és elsőre meg is nyerték ezt a szavazást. Az idei évben már 6. alkalommal indította a város a Dombovár kenyere akciót, mely az ott élő közösség véleménye szerint ítél meg támogatást egy-egy helyi civil szervezetnek. A közösségi oldalon leadott szavazatok alapján vehette át a stafétabotot az az egyesület, amely minden Dombovár kenyere megvásárlása után 20 forint támogatást kap. A városban működő Európa Pékség vállalta fel a feladatot. A kenyérszentelést követően 100.000 forint értékű utalványt adott át a vállalkozás nevében Pintér Szilárd polgármester, a Tündérkert bölcsőde alapítványának, a Jövő Emberkéje Alapítvány képviselőjének. A Dombovári Tündérkert Bölcsőde Alapítvány, a Jövő Emberkéje Alapítvány, ami még 2009-ben jött létre, úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Tavaly ilyen sok szavazatot kaptunk, és 100.000 forinttal sikerült gyarapodni a Jövő Emberkéje Alapítványnak. Ez mindenféleképpen arra szolgál, hogy a bölcsődében járó gyermekeknek a mindennapjait azt meg tudjuk könnyíteni. Itt a játéktevékenységekkel kapcsolatosan összefüggő dolgokat szeretnénk gyarapítani, kültéri játékokat venni esetleg a gyermekek számára, bent, hogy minél szívesebb tevékenységet tudjunk biztosítani, tapasztalatszerzési lehetőségeket a gyermekek számára, ez minden alkalommal nagyon jól szolgál, és igazándiból ugye a bölcsőd az a 0 és 3 éves korú kisgyermekeknek az ellátását szolgálja, pillanatnyilag 84 férőhelyen rendelkezik a bölcsődénk, 7 csoportszobával, úgyhogy ez lenne a Tündérkert bölcsőde. A következő egy évben egy a közelmúltban alakult civil szervezet, a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület számára gyűlik a támogatás. A dombováriak egy házi jellegű, búzalisztből, adalékanyagmentes, kevés kovász felhasználásával készült kenyér megvásárlásával adakozhatnak. A stafétabotot, amit egy péklapát szimbolizált, Vavra Mónika, az egyesület elnöke vette át az ünnepi kenyérszentelést követően. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén mi nyerhettük meg ezt a gyönyörű díjat. Nem gondoltuk, hogy labdába lukhatunk ennyi régi egyesület között. Az egyesületünk létrejöttének apropója, hogy szeretnénk összefogni a szőlőhegyi embereket, visszahozni egy kicsit a közösségi életet, és a régóta elmaradt településrészt újra felkarolni, és visszaadni neki méltó helyét a város szívében,
és úgy látjuk, hogy a Dombóvári Önkormányzat partner ebben, és az első perctől fogva támogatja a kezdeményezésünket, amiért nagyon hálásak vagyunk. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület emléktáblát avatott Kertváros városrész létrejöttének 60 éves jubileuma alkalmából. A nemes gesztust az augusztus 20-ai ünnepi program részeként, a szentmisét és kenyérszentelést követően Dombóvár város önkormányzatával valósította meg a szervezet. 60 éves Dombóvár kertváros az évforduló alkalmából a helyi kertvárosi központi utcák a Tulipán és a Szegfű utca találkozásánál található játszótéren emléktáblát avattak. A kertvárosi lakók nagyon összetartó közösség, az emléktábla avatásra is közösen szép számban érkeztek. A Dombóvári kertváros alapításának immáron 60 éve. Ennek a kerek évfordulónak az alkalmából avattak emléktáblát augusztus 20-án a kertvárosi Tulipán és Szegfű utca sarkain lévő játszótéren. Az ünnepségen a 60 éve kertvárosba költöző lakosok szép számban megjelentek. Nincs akkora hangsúlya augusztus 20-ának szempontjából ennek a kis avatásnak, de mégiscsak úgy éreztük, hogy a kenyérnap ünnepe, a betakarítás öröme, az itteni kis gazdaságok, parasztgazdaságok és az én emlékeim azok úgy együtt úgy szolgáltatták azt, hogy alkalmas időpont, igen, a kenyér ünnepe arra, hogy itt most emlékezzünk arról, hogy 60 évvel ezelőtt született ez a kis városrész. A második világháború megtizedelte Dombóvár lakosságát. Az ezt követő években ezt nagyon megérezte a település. Ennek következménye volt a lakásinség, mely jó pár évig jelentkezett a városban. Nagyon sokan vállalták azt, hogy itt ez a nagy, ragyogó mértékben, a korábbi évtizedekben azt szokták mondani, hogy amerikai mértékben fejlődő Dombóvár, amit a vasút idézett elő, egyértelmű volt. Tehát itt ők találnak majd munkát maguknak. Elsősorban a vasút fogadja be őket. A 60-as években több mint 4000 embert foglalkoztat a Dombóvári vasúti csomópont. Dél-Dunántúl legnagyobb vasúti csomópontja. Tehát itt érdemes volt egy biztos fizetésért szakmát tanulni és elhelyezkedni, és a vasút be is fogadta őket. Ehhez a több mint 4000 emberhez hozzájött még a környező Eszterházi puszták lakossága is. Dombóvár környékét délről és északról mintegy 28 puszta vette körbe. És az a sok nincstelen ember, aki egy-két évig örült a kapott földnek, de rögtön elvették a TSZ-esítés, a TSZ-cs első típusú TSZ-ek megszervezésével, mint ahogy 59-ben pedig teljessé vált ez a kényszer az embereken. És jönnek munkát keresni, megélhetést keresni, de hát a fizetések elég alacsonyak, az asszonyoknak is el kell menni dolgozniuk. Hát hol lehet munkát találni? Egy faluhelyen nagyon nehéz, ugye, ilyenkor, ha nem akar a TSZ-be, jönnek Dombóvárra. Dombóvár város vezetése ekkor döntött úgy, hogy otthont ad az érkezőknek, és letelepíti az ideérkezőket. Tehát azért megvolt ez a nagyon jó elképzelés a Dombóvári városi, nem város akkor még természetesen, valamikor a középkorban mi mezőváros voltunk, 1872-ig egészen, és azóta mindig ezt a városfogalmat szeretjük használni. Hiába nagyközség vagy község. Jó, tehát, hogy itt lehet boldogulni. Adjunk otthont az érkezőknek. És helyet kerestek, ahol megkínálták őket telekkel. Nem ingyen adták természetesen ezeket, de erről ugyan nem is szóltam itt az előadásomban, de egy alapközművesítés benne volt önköltségi ára annak a telekárban. Tehát mi 16 ezer forintért kaptuk annak idején a telkünket, ez 72 körül volt már, tehát nem is az eredeti áron, mert az még ennél is kevesebb volt. Tehát, és akkor jött hozzá a 60-as évektől elérhető OTP kölcsön, ami előtte nem volt Magyarországon. Ezeket a 60-as években lehetett elérni csak. A kertvárosi lakók, nagyon összetartó közösség, az emléktábla avatására is közösen szép számban érkeztek. Ez például, hogy otthont a beérkezőknek, az ideérkezőknek, és akkor ők kijelölték ezt a ragyogó területet, itt szinte mindig tiszta a levegő, itt mindig nyugalom, csend van, nincs iparkodás, ugye az ipar szempontjából nincs ipar,
és a sík terület, a magaslat, minden adott volt hozzá. És 1963-ban megépültek az első házak, ahogy most itt az előbb is idejött valaki mellém, hogy ő is az őslakók közé tartozik, mi honfoglalóknak is szoktuk nevezni. Én csak 10 évvel később, 73-ban fogok ide költözni, de valahogy én is annak tartom magam az elsőknek, és valami olyan, mint a falura jellemző közösség alakult ki itt ebben a városrészben. Tehát ez az, hogy odafigyelünk a másikra, hogy a szomszéd háza is mi hamarabb tetőt kapjon. Hogy legyen járdánk, hogy mit elkövettünk annak érdekében, hogy legyen utunk, hogy legyen telefon is. Tehát egy csodálatos kollektív alkotás valamilyen módon, mert a házakat mi építettük a két kezünk, meg a járda is úgy épült, meg az árok is a kezünk által épült. Tehát, és ez a gyönyörű, hogy ezt mindenki mondhatja, hogy ezt mi építettük, ezt a Kertvárost. Attila önkormányzata első ízben rendezett ünnepi programsorozatot államalapításunk és Szent István király tiszteletére. A rendezvény ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött, majd a délután folyamán gasztronómiai, kulturális és gyerekprogramok várták az otalátogatókat. Az idei évben Attila település önkormányzata hagyományteremtő szándékkal rendezte meg államalapító Szent István király ünnepét augusztus 20-án. A délelőtti szentmise és az azt követő kenyérszentelés a helyi Szent Vendel római katolikus templomban zajlott. Első alkalommal rendezzük ezt meg a településünkön, augusztus 20-át ünnepeljük, és úgy gondoltuk, hogy ez mindenféleképpen ünneplésre ad okot, ezért gondoltuk, hogy egy közösségépítő programot szervezünk. Délután a gasztronómia, a kultúra hódított, valamint a gyerekeké volt az idő és a tér. A műsorban aktív szerepet vállalt a helyi általános iskola néptáncsoportja és a Pávakör népdalcsokor is. A rendezvény ideje alatt kézműves vásár és szabadtéri vidámpark is várta az odalátogatókat. Ma délutánra a főzőversenyt, halászté főzőversenyt szerveztünk, hiszen az attalai tájpont értéktári érték is egyébként. És hát szerveztünk a hölgyeknek egy pitesütő versenyt is, keressük a talapitéjét, úgyhogy ennek az eredmény hirdetése 6 órakor lesz mind a kettőnek, illetve a délután folyamán föllép az helyi iskolások néptánc csoportja, fellép a Pávakör, szintén helyiek, és aztán a gyerekeknek fogunk kedveskedni a kultúrtaláka együttessel, és hát amit nagyon-nagyon várunk, az pedig az Infragranti együttes fog még bennünket szórakoztatni mai este folyamán, és utána pedig egész 11 óráig egy ilyen retro bulival zárjuk a mai napot. Az attalai önkormányzat igyekszik minden korosztálynak kielégíteni igényeit, mindenki számára programokat kínálni. Az év folyamán terveznek még egy disznótoros rendezvényt, amely már évek óta nagy népszerűségnek örvend a településen. Régebben volt bőlérverseny is a településünkön, aztán abban maradt ez az egész történet, és most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ezt felelevenítenénk egy toros fesztivál formájában, úgyhogy erre is majd meghirdetjük, és a csapatok jelentkezését majd várjuk. Attal a település és a vezetése igen aktív. Programjaik, rendezvényeik mellett a pályázatok, fejlesztések terén is sokat tesznek. Az idén folytatták a hivatal épületének felújítását. Elindultak a 2022-ben nyert bölcsődeépítési pályázat kivitelezési munkái, és szintén idén kezdődött a Szent Iván, Göllesz, Összekötőút, Szilárd burkolattal történő ellátása is pályázati forrásokból. Idén is megrendezték Dombóváron a nyári koncertet. Ezt minden évben augusztus 20-a előtt tartják. Az ünnepi hétvégére több sztár fellépő is érkezett. A Korda György Balázs Klári házaspár és Csonka Pici személyében zajlott a forró esti hangulat, elmaradhatatlan sikert aratva. Immár 4. éve rendeztek nagy koncertet Dombóváron a Szent László Parkban az augusztus 20-ai ünnepség előtt. Az évek során olyan nevezett zenekarok is megfordultak már ezen a színpadon, mint az Apostol és az Edda együttes. Idén egy már régóta kívánt, méltán híres művészházas pár lépett fel a közönség előtt, sokak kedvence Korda György és Balázs Klári. A fellépésükre való készülődéskor kérdeztük a művészházas párt. Ez nekünk ugyanolyan nagy esemény. Egyrészt ugye Dombóvár nem kisváros, másrészt nagyon régen voltunk, és nagy izgalommal készülünk Klárikával együtt.
erre a fellépésre. Megtudtuk, mely számok elmaradhatatlanok egy fellépésen. Többek között ilyen a Lady Anne, a Mamma Maria, a Szeres úgy is, ha rossz vagyok, és nem utolsó sorban a Reptér. A páros elmondta azt is, közös munkájukat könnyebbé vagy nehezebbé teszi azt, hogy házasok. Az egész létet nehezebbé teszi, hogy ugyanazt a szakmát üzzük mind a ketten, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a célokkal, és ettől független, hogy mi sok duettet énekelünk, azért mind a ketten szóló énekesek is vagyunk, és egy énekes, ez mindig előtérbe akar kerülni. Tehát nem itt, mondod. Itt, én nem akarlak legyőzni, sose Gyuri. De nem, de hát mind a kettőnknek kell megalkuvás. De hát ez így szép. Kompromisszum. Így. A házaspár meglepetés előadót is hozott magával Csonka András, azaz Csonka Pici személyében. Nagyon megtisztelő, hogy Korda György és Balázs Klári ezen a koncertturnéján vendégül lát engem, több állomáson is lehet velem találkozni, mondta András. Az interjú során ő is kitért a kulcsfontosságú dalaira. Hát szerintem két olyan dal van, hogy semmiképpen nem hagynék ki, az, amivel minden kezdődött az életemben, vagyis a popzenei életemben, az Állj meg kislányi Ház Gábor dala. És a másik pedig, hát ugye már szerintem sejted, itt fogok mondani, ez a Ding Dong, ami szintén nem az én dalom, csak szeretném mondani, ez egy holland dal, és a holland együttes ezzel a dallal 1975-ben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivál. Tehát ez egy kincs a 70-es évekből, csak ifja Marek Miklós barátom csodálatosan feldolgozta nekem, úgyhogy most hozzám kötődik. Az eseményen Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd is részt vett, aki arról mesélt, milyen programok várják még a város lakóit idén. Nyilván fut a Gunaras 50 rendezvénysorozatunk, ebből adódóan szeptember 2-án, ha jól emlékszem, akkor kerül sorra az 50 éves a dombóvári úszósport. Jövő hétvégén egy 3 napos országos rendezvénynek adunk otthon, hiszen a Szív Klub Egyesületünk az ország összes ilyen működéssel bíró egyesületét meghívtam, és egy klasszikus sport eseményre kerül sor. Ez egy 2 napos lesz, pénteken érkeznek, szombat-vasárnap összemérik a tudásukat, több mint 300 vendéget várunk az ország minden tájáról. Nyilván hagyományos újnovári őszi fesztiválunk se fog elmaradni, arra is készülünk, és azt gondolom, hogy utána nagyon röpül az idő, hiszen jön az advent minden hétvégét a műfáz előtti téren tartjuk, illetve azt gondolom, hogy már évek óta nagyon nagy dobbanást, és nagyon sokan várják a szilveszteri futást, ahol néhány éve már hagyományként gyerekeknek tartunk tűzijátékot 19 órakor, és Dombóváron ez az egyetlen egy tűzijáték van, ahol a családok közösen búcsúztatják az új évet. A Szent László Reptérrel látogatók egy olyan retro utazáson vehettek részt, amire még hosszú évek múlva is emlékezni fognak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!